Botrányos ülésen választottak új elnököt a MUOSZ küldöttei. Az ülésről közben többen kivonultak. A legtöbb szavazatot Komlósi Gábor kapta. Féltem a mai összejövetelt, és bízom benne, hogy okos, értelmes kollégákkal ülünk itt együtt, akiknek az a célja, hogy a MUOSZ visszanyerje a régi hírnevét. Hiába volt a keleti Éva szavai, nem sikerült elkerülni a botrányt. A belső ellentétek felszínre törtek a MUOSZ közgyűlésén. A tiszteletbeli elnök a szerinte erőszakos ülésvezetés miatt le is mondott. Én tiszteletbeli elnöki pozíciómról ezennel lemondok. Akkor megengedett, hogy ehhez még mondja két mondatot? Köszönjük szépen, nem mondhatsz, csak indiferens, de nyugodtan. Hát nem indiferens, gondolom, hát hogy lehet ilyen komolytalan ülésvezetést csinálni? Majd hosszú vita kezdődött arról, ki vezesse az ülést. Köszönöm szépen a közbeszólásokat. Volt, aki szerint Ceausescu korát idézte a közgyűlés hangulata. Mi akarjuk oktatni az embereket arról, a demokráciáról, a sajtószabadságról? Egy hülye küldöttgyűlés nem tudunk levezetni. Elhárítok az ég adta világon minden részvételt, mert ilyen stílusban, ahogyan ez itt már elkezdődött, nem látom értelmét. Aki szintén nem szeretne miót díszlet lenni, az kövesse. Sokan inkább távoztak az ülésről. Ilyen hangulatban szólalt fel a három elnök jelölt, de ők sem kímélték egymást. A két, tehát a rajtam kívül a két Tóth Károlynak és Gábornak a dolgozatából azt olvastam ki, hogy ez egy nyugdíjas klub lesz. Hadd kérjem meg a jelenlévő, teljesen mindegy, hogy honnan, junior tagokat, álljanak már fel egy pillanatra, hogy nézzük meg, hogy tényleg nyugdíjas ez a közgyűlés. A Kékesi Zsolt dolgozata úgy kezdődik, hogy kedves barátaim, szerintem ez is súlyos tévedés, úgy kellene kezdeni, hogy kedves elvtársak. Az ő dolgozata ugyanis nem más, mint egy agitpropoztály följegyzése a régmúltból az ideológiai titkárnak, vagy másképpen fogalmazva, ez egy dolgozat a Jókai utcából. A küldöttek végül Komlósi Gábort választották elnöknek. Néhányan azzal vádolták, hogy fiatal tanítványai tagfelvételével tudta leváltani a korábbi elnököt, Tóth Károlyt.